Mit ajánl a ganoterápia pikkelysömörre vagy más néven pszoriázisra? Ez egy immunológiai gyulladás által okozott felületi bőrbetegség, amely, ha kezeletlen marad, nagyon sokszor ízületi gyulladás is társul hozzá. Azt találtam róla, hogy a tüneti kezelés hatására javulhat az állapot, de hogyha ez a tüneti kezelés megszűnik, akkor újra visszaromlik. A napokban valaki hozzáírt az én egyik videómhoz, még képeket is mutatott hozzá, ezeket látod most, hogy az ő pikkely sömöre az bizony a ganoderma fogyasztástól tökéletesen rendbe jött. Én azt gondolom, hogy általában a GLRG és spirulina, ez a három testőr, ezt szoktuk javasolni egy ilyen alapnak, ami tisztít, méregtelenít, tehermentesíti a májat, tehermentesíti az immunrendszert. Ez egy olyan alapkezelés, ami szerintem mindenkinek tök jó lenne. A gyulladásokra pedig mindenféle gyulladásra a kordipány italt szoktuk javasolni, mert elképesztően hatékony. Hogyha bármelyik érdekel, akkor légy szíves, írj egy e-mailt, és ne üzenetet hagyj, mert azt nem is mindig látom, nem is mindig kapok róla értesítést, és például a TikTokon abban a 150 karakterben nem tudom elmondani, hogy melyik a legjobb lehetőség, hogy jársz a legjobban. Egyáltalán jó lenne beszélni is, mert azért ez nem olyan egyszerű, mint az, hogy megnyomom a piros gombot, és ha megnyomom a piros gombot, mindig ugyanaz fog történni. Nem, ez nem ilyen. A ganoterápia nem ilyen. Úgyhogy ha érdekel, akkor írj egy e-mailt, és ne szenvedj fölöslegesen.